Világszerte harcolnak az alkoholizmus ellen, én is szívesen részt vennék ebben a küzdelemben a következő javaslattal. Össze kellene gyűjteni a világ összes alkoholistáját földünk egyik lakatlan pontjára, hogy alapítsanak államot Alkoholia néven. Hogyan élnének ott az emberek, ezt szeretném most bemutatni, illetve a rádió riporterei, tudósítói milyen beszámolókat küldenének Alkoholia életéről. Először is a tudósító ismertetné Alkoholia földrajzi, gazdasági, politikai helyzetét. Tehát, Alkoholia területe több ezer hektó. Északon üveghegyek, délen szőlőhegyek határolják tőkés ország. Főváros a Sörburg, pénze a rumpia, ez a mátópéz. Világhírű a borvirág kertészetük, rengeteg a fémük, lásd, rezeshor. Alkoholját egy kabinet irányítja, egy kabinet brandy és egy aperitív bizottság. Minden nap van kormánypuncs, minden órában elnökválasztás, ilyenkor tartja az elnök a csapszék foglalóját. Egyébként szeszpedíciónkat vendégül látta Alkoholia főpohárnoka Kövi Dinka, eszenciás úr, aki gazdag programot állított össze a számunkra. Első nap látogatás a Zugivó ligába, második nap a borovicskai üvegmosóba, utolsó nap a sligovicai gyomormosóba. A riporter hogyan számolna be Alkoholia színházi életéről? A Borpince színházból jelentkezem. A közönség rendkívül igényes. Nem szeretik a limonádét. Ma este is például Schillert adnak. A nézőtéren enyhe Chanoir és erős Medoc Noir. A páholyokban elegánsan slampos hölgyek. Előttük kék nyelű látcsövük. Mögöttük kék frankos uruk. Mögöttük a szürke barát. Hogyan élnek a fővárosban? A fővárosban pezsgő az élet. Rendkívül fejlett a sörhálózatuk. Minden család csapjából családi sör folyik. Csak az emeleteken habozik. Itt van a kisipar központja. A kisiparosok csak fröccsöntéssel foglalkoznak. A városban nagy a garázdaság. Éjjel-nappal garázdálkodnak a maligánok. Csak gyalogos közlekedés van. Aki szabálytalanul tántorogató, elvezik az üvegbetét lapot. Milyen lenne a labdarúgás Alkoholiában? Tudósítás a stadionból. Gyönyörű, másnapos az idő! Alkohol mámorban úszik a stadion. A két csapat teljesen ki van a pályán. Alig állnak egymás lábán. A játék vezető a borbíró, szájához emeli a butykosát, és 100 000 ember fölhörpinti italát. Egyre nagyobb a nyomás a két csapatban. A közönség biztatja kedvenceit. Rúg be! Rúg be! És ők berúgnak minden helyzetben. Alkoholia jelentkezne rádió műsorával a középhullámon az 5 deciliteren. Valahogy így. Először hallgassák meg szignáljukat. Sört ide, bort ide. Sört ide, bort ide. Kedves hallgatóink, a most következő csuklás a pintes időt jelzi.
pintes idő 5 korty. Műsorismertetés. 5:40 kortykor. Pálinkás jó reggel. 6 kortykor. Helyszíni közvetítés a borcsömöri sörkorcsolya versenyről. 7 kortykor. Ivalda fényben. Ivó Robics énekel. Vermúd Zakariás zenekara icik. Nedves hallgatóink, a pintes idő 17 korty múlt néhány decivel. Kinyel ma. Pia és muslinca minden perc. Kapcsoljuk a hotel palackot, innen már csak egy hosszú lépés. Aki kérdez a riporter, aki válaszol, Kisüstván vagyok, de otthon csak Kisüstinek hív. Elkezdjük demei vetélkedőnket. Első kérdésem, melyik alkoholiában a legbizonytalanabb operahős? Jimbolygó hollandi. Nagyon jó, kérek a versenyzőnek a szagos otellóból 5 litert. A következő kérdés. Melyik a legnépszerűbb opera? Tisztán és Izolda. Nagyon jó. És melyik a legnépszerűtlenebb zeneszerző? Rossz Inni. Ennyit. Ennyit alkoholiáról, és ha ez az ország létezne, turistáink legszívesebben biztos odautaznának, és az ibusz borbusz járatokat indítanak, és ez lenne a Borbusz Hungarikus.